a bűnözők a családjukkal, miközben az áldozatok szülei a temetőben töltik a karácsonyt. Az elmúlt napokban szabadlábra helyezték azt a deáktéri gyilkost, aki a 16 éves késsel megszúrt földön fekvő áldozatot tovább rúgdosta. Ennek a döntésnek értelmében J. Marcel fél év után ismét családja körében töltheti a karácsonyt, mi a két magyar áldozat családja mostantól mindig egy-egy szerettük nélkülözésével kénytelenek meggyújtani az ünnepi gyertyákat. Ők már legfeljebb a temetőben karácsonyozhatnak együtt gyermekükkel. A Mi Hazánk Ifjai az egyetlen politikai ifjúsági szervezet, amely követeli ennek a döntésnek az azonnali visszavonását, számunkra az elkövetők méltó büntetése és a magyar fiatalok megóvása az ilyen bűnözőktől az egyetlen jó megoldás. Azok, akik szabadlábra helyezték, a jogokkal tisztában lehetnek, de azzal, hogy az e fajta bűnözési módszert hogyan kell megállítani, arról fogalmuk sincs, hiszen nagy valószínűséggel belváros kocsmáiban cseperedtek fel, és nem azokon a cigánysorokon, ahol ez mindennapos esetnek számít.